újra itt a csatornámon, én Timi vagyok, és egy kérdezz felelek videót hoztam nektek, de ezúttal egy kicsit van benne egy csavar, egy picit másféle kérdezz felelek. Vikivel, aki a Füge és Citrom csatorna vezetője, arra gondoltunk, hogy csinálunk egy közös videót ismét. Emlékeztek rá, volt egyszer egy ilyen cserélős, dobozos videó, amiben én küldtem neki egy csomagot, és ő küldött nekem egy csomagot, kiszabott árértékben. Most arra gondoltuk, hogy teszünk fel egymásnak 7 darab kérdést, azaz 6 plusz 1 kérdést. Én feltettem neki a kérdést, ő megválaszolta, készített róla videót, és kitette a csatornájára. Ő is tett fel nekem kérdést, amit most megválaszolok, és kiteszem a csatornára. Úgyhogy, ha érdekel titeket, hogy milyen kérdéseket tettem fel én a Vikinek, akkor menjetek át a csatornájára, csekkoljátok le, nézzétek meg a videót, és esetleg, ha tetszik a tartalom, amit ő gyárt, iratkozzatok fel a csatornájára, és nyomjátok be a kis csengőt, hogy kapjatok értesítést majd arról a tartalomról, amit ő felszokott tölteni nektek, nekünk, mindannyiunknak a YouTube-ra. Kérdéseit írtam ide egy füzetben, 6 plusz 1 darab kérdés. Elég jó kérdések. Tegnap írtam ki a füzetbe, és gondolkodtam rajta, hogy van két olyan kérdés, amikre egyáltalán nem tudom a választ. Lehet, hogy azon így egy kicsit így átugrunk, és a végére hagyjuk, mert nem tudom őszintén megmondani, hogy milyen válasz legyen. Úgyhogy, ha érdekel a videó, nem menjetek sehova, maradjatok itt velem, vegyetek egy kis popcornt, egy kis bögre kávét, és neki is csapunk. Ez forró lett, úgyhogy nem tudom megélni. Na szóval, kérdezz felelek, Viki kérdezte, jobban mondva. És a legelső kérdés, amit feltett, az úgy hangzik, hogy mennyire vagy spirituális? Hiszel a reinkarnációban, a sorsban, és hogy van-e rajtunk kívül valami több is? Igenis, meg nem is. Mindig azt mondom, hogy hát, hogyha egyszer majd halálom után újra születek, és lesz belőlem valami. De viszont úgy, hogy teljesen elgondolkodjak ezen a témán, és belemerüljek, úgy azt mondanám, hogy nem hiszek benne. Abban hiszek, hogy van egy jobb világ, ahova majd elkerülünk mindannyian, miután eljön az időnk, és abban hiszek, hogy igen, miután meghalunk, elmegyünk abba a jobb világba, és ott majd jobb lesz. Szóval így maga a reinkarnációban azt szeretném mondani, hogy annyira nem. Második kérdés, az egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó kérdés. Ha visszamehetnél az időben, és választhatnál, hogy még korba születhess, újra még korban élnél, és milyen szerepben? Nem szeretnék visszamenni az időben. Teljesen meg vagyok elégedve avval a világgal, amiben születtem. Teljesen meg vagyok elégedve a mostani életemmel, a párommal, a párkapcsolatunkkal, a világgal. Nehéz időket élünk, tény és való, elég nehéz időket élünk abból a szempontból, hogy nehéz a fennmaradás, a egzisztencia megteremtése, a megélhetés, de minden kornak megvolt szerintem a maga nehézsége és a maga könnyebb része. Én valahogy nem tudom. Én úgy vagyok vele, hogy a Jóisten azt akart, hogy én most szülessek, és nekem most adott egy utat, amit végig kell járjak, megteremtsük azt a gyerekiknek, hogy mindenük meglegyen, hogy jó legyen. Ha Jóisten azt akarta volna, hogy más korba szülessek, akkor lehet megtette volna, nem mondom azt, hogy nem tette, nem tudom,
De én hiszek abban, hogy nekem itt most per pillanat van helyem, és dolgom, amit el kell intézek ahhoz, hogy jobb legyen a világ majd később. Nem tudom, hogy milyen válaszokra vársz, nem tudom, milyen válaszokat vársz tőlem, remélem, hogy sikerült kielégítsem így lefagytam. Akartam használni egy szót, kielégítsem a nem vágyaitot, nem, hanem a kíváncsiságodat, de valahogy bizonyos témákban én így egy kicsit ilyen másképp gondolkodom. Harmadik az olyan, hogyha volna bármilyen képességed, van olyan képesség is, ismered, amit feltétlenül szeretnél elsajátítani a közeljövőben. Nem tudom, hogy pontosan a kérdés így mire megy ki, mert ugye két oldalát is tudjuk nézni. Például szeretnék szakmát váltani, és szeretném azt, hogy idén lett volna tervben egy fodrászati suli. Szerettem volna itt nálunk a házrésznél, itt külön van egy kis helyiség, amiben tudtam volna céget alapítani, céget nyitni. Azt szerettem volna befejezni az iskolát, elkezdeni befejezni a fodrász sulit, és akkor ebben szerettem volna a szakmába dolgozni, de így most pocakosan suliba járni, fel Debrecenben jövet, menet, megint vonatozgatni, nem vállalom be. Úgy szülés után ismét két gyerekkel, picivel minden megint nehéz lesz, megint egy pár évig halasztanunk kell. Úgyhogy ezt a részt szerettem volna, de így, ha ilyen más gyógyászati vagy más térre megyünk el, nem szeretnék abszolút úgy semmit elsajátítani. Nem tudom, én az a fajta ember vagyok, aki úgy él, hogy ezt adta a Jóisten, ezt a szakmát, ezt az iskolát, ezt a párt, ezt a helyet, és ezt a családot, és így kell elfogadjam önmagamat. Lehet, hogy egy kicsit butaság, mert így nem fejlődök, de viszont nekem ez így teljesen jó. Van egy olyan kérdésünk, van-e valami fóbiád? Valami, amitől nagyon félsz és szeretnéd leküzdeni? Kettő fóbiám van, amitől nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon tudok félni. Az egyiknek már szépen haladok a javulásában, és ez nem más, mint a víz. Úgy képzeljétek el, hogy nem mostam arcot, sem. Fürdésnél mai napig úgy fürdök, hogy egy törölköző van bent a zuhanykabinban, és amint víz éri az arcomat, gyors elkezdek törölközni, nagyon figyelek arra, hogy nyaktól lefele érjen a víz, mert hogyha véletlenül is rátmegy az arcomra, vagy elkezdek pánikolni, nagyon félni, és így emiatt kicsit nehezebb. Eljutottam arra a szintre, hogy most már mosok hajat zuhanyzás közben, zuhanyrózsa alatt. Eddig csak úgy mostam hajat, hogy behajoltam a kádba, és úgy mostam meg. Viszont, hát az utóbbi 3 évben kb. Elkezdtem, csúnyán hangzik, arcot mosni. Ez alatt a 10-20 év alatt, amióta megtörtént az a baleset, mindjárt elmesélem is, hogy miért, azóta nem mostam arcot, max. Mint a kis cicát bevizeztem két ujjamért, egy csipulit kiszedtük, és kb. Annyi, vagy egy kis rongyal áttöröltem az arcom, és annyi volt, de viszont megjelentek ugye a miteszerek, a ráncok az idő teltével, meg minden hasonlók, és akkor ugye egy idő után azt mondtam, hogy muszáj egy kicsit egy tudatosabb arcápolási rutint bevezetni, és akkor így megbarátkoztam az arcmosással. De ismétlem, megmosom az arcomat, de zuhanyzás közben nem szeretem, ha az arcomat víz éri, mert megijedek, félek.
Nem járok tengerre, nem járok fürdőkbe, nem járok strandokra, nem járok tóra, nem járok sehová. Igen, van egy gyerekem, közösen elmegyünk a férjemmel ritkán, esetleg ha úgy van, vigye a férjem őket, ha akarja, én nem bánom. Ha el is megyünk, én szépen elülök a gyerekkel a gyerekmedencében, nem megyek be mély vízbe, nem tudok úszni, nem szeretnék bemenni, és nem szeretnék megtanulni úszni. És ez azért van, mert ilyen 7-8 évesen beiratott anyu minket úszó tanfolyamra. Első óra egy ilyen kis pici kis medencében történt, kaptunk ilyen kis úszó, nem tudom mi a nevük, hogy ugye kapaszkodjunk bele, ne süllyedjünk el, de derékig élő vízbe. Majd másik nap jött a nehezebb része, betettek minket az olimpikum bazinba. Ugye az már ilyen 4,5 méter mély, el volt osztva kettőbe a bazin, a felébe a fiúk épp edzést tartottak, ugye a sportolóim, akik a medencében voltak, és a másik fele volt a mi medencénk, és én így a szélében úszkáltam úgy, hogy meg tudjak kapaszkodni, ha baj van, mert mégis második óránk volt. Soha nem felejtem el, azt mondta a tanár, a közepén hosszára induljak el. Kis buta, 6-7-8, nem tudom, hogy mennyi lehetünk, ilyen 7 és 8 év közti lehettem, és azt mondtam, hogy jól van, akkor elindulok. Nem voltam teljesen a közepén, picit inkább így a széléhez közel, de mégsem volt semmilyen kapaszkodási lehetőségem. Elindultam úszni, hát csapkodtam, mint hal a szárazon, vagy 4-5-öt, és egyszer csak elkezdtem merülni, vissza kiugrottam, ugye először nővéremnek szóltam, ismét lesüllyedtem, ismét kijöttem, nővéremnek szóltam, hát a csákó az nyugodtan kint ült a bazén szélén, letolta azt, hogy én ottan félig már fúdoklok, nővérem sem tudott úszni, hogy értem jöjjön, volt ott, soha nem felejtem el, egy nagyon kis, dagadt kis szegény csávó, az úgy félt, az el nem engedte azt a rudat ott a bazén szélén, mégis abban a pillanatban elengedte, picit beljebb ugrott, értem, elkapott, kirántott. Én úgy másztam ki a bazinból azon a létrán, hogy kimásztak belőle a medencéből, hogy remegett a két térdem, és szó szerint majd behugyúztam a félelemtől, és ez 14 éves koromig olyan szinten kihatott rám, hogy 19 éves koromban is úszógumival jártunk anyuékkal strandra, Körösparta, ez olyan, mint a Dunapart, vagy Balaton, hát azért nem Balaton, mert egy kis folyócska, úgyhogy úgy a Körösparta, mint a strandokra, mindenhová úszógumival jártam még 14 évesen is, és bennem ez megmaradt, hogy nem félek. Mikor megszültem Eriket, szerettem volna elkezdeni Erikkel a babaúszást, de bennem volt ez a félelem, mivel tudtam, hogy ilyen melltájékig érő vízben fogunk ott buborékolgatni. Azt mondtam, hogy köszönöm szépen, nem, mert félek. A másik fóbiám az viszont a pókoktól van, lehet az bármennyire picike, bármennyire nagy, nem szeretem, nem kérem, bepánikolok, nekem minden helyiségben csomótokszal vagyok telivéve, telipakolva, és ha látok is valahol gyors, leamortizálom, lefújom, de ott hagyom, szóval ha meg is döglik, ott hagyom, a párom majd összeszedi, vagy elpakolja, de van olyan, hogy közelébe sem megyek, de viszont ezt le se szeretném győzni, nincs az az Isten, hogy én hozzányúljak egyhez, vagy kettőhöz, vagy közéjük megyek, úgyhogy köszönöm szépen, én evel tudok élni. Az ötödik kérdés az úgy hangzik, hogy kislány korodban mi volt a kedvenc játékod, mivel szerettél játszani, fiúkkal vagy a lányokkal? Ez nálam nagyon könnyű, én egy fiús kislány vagyok, voltam, és egy fiús lány vagyok most is. Nem az a barátkozós, barátnős, hamarabb leülök egy foci meccset megnézni, köpködni a szotyit és inni a sört, mint hogy leüljek, és a Rózsival és a Katival arról beszéljünk, hogy megjelent az új hajgöndörítő készülék, ami
jócskám csak 180 ezer forint, most mondtam egy példát, mert valamit bedobott az Instagram, onnan jutott az eszembe, úgyhogy nem. Kislány koromban, még mikor a panelben laktunk, ilyen 6-7 éves korú lehettem, mindig emlékszek rá, hogy mindig a panel hátánál fociztunk a fiúkkal. Mindig portás voltam, kapus, mindig kapuban álltam, imádtam a focit, velük bujócskáztam, velük játszottam, nem babázni a lányokkal a panelből. Bocsánat. Majd mikor már eljutottam arra 7-8-9 éveshez, én a kalapáccsal voltam a legjobb barát. Nővérem babázott, én apunak megcsoroltam a szerszámait, meg a deszka darabjait, és vágtam a deszkát, fotelt építettem, kanapét, hintót, szekeret, lépcsőt, babaházat, mindent nővéremnek, hogy legyen neki kanapéja a Barbiának, meg legyen fotel, meg asztal, meg minden nyavaját megcsináltam. Majd utána is így inkább a fiúkkal játszottunk, mamáéknál is, a játszótéren is. Nem mondom azt, hogy nem volt lány barátnőm, volt, de nem az a mindennapos, hogy tényleg leüljünk, és akkor főzöcskézzünk, és babázgassunk, és kibeszéljük a fiúkat a lépcsőházba, hogy fú, még be vagyunk szerelmesek. Nem mondom, hogy ilyen nem volt, mert volt, mert szerelmes voltam én is, de inkább a fiúk terén szerettem játszani, mai napig is páromnak, a fiú barátaival sokkal jobban kijövök, mint a fiúknak a párjaikkal. Nem tudom, eljönnek párostól, karácsonykor is itt voltam, nyíltabban tudok beszélni a fiúkkal, mint a lányokkal. Nem tudom, ez lehet, hogy egy hiba is, de nekem ez így tökre jól vagyok. Szeretnék egy olyan barátnőt, igen, amelyikkel leüljünk, kávézgassunk, de viszont nem vagyok az a fajta, aki eljárja kávézni minden nap, és azt sem szeretem, ha minden nap ide jár valaki a nyakamra. Nekem az a fajta barátság kell, ahol havi egyszer átjön ő, havi egyszer átmegyek én, és hagyjuk úgy egymást békén. Néha beszéljünk messengeren, vagy valami, de ne telepedjünk egyik a másikának az életére, mert azt nem szeretem. Ha valami problémám van, megbeszélem a férjemmel, ha ő nem tud segíteni, megbeszélem édesanyámmal, ha ő sem, akkor ott van anyósom meg nővérem, de általában ennyire messzire nem szoktam a problémákkal menni, hanem a férjemmel keresünk rá megoldást, ő először is elsősorban a legjobb barátom, utána a párom, utána a férjem, apa, stb. De nem szeretek így Marcsinak meg a Pistának elmesélni dolgokat. Ha otthon van számodra egy kis én idő, mi az, amivel leginkább szeretsz foglalkozni, illetve van valami hobbid YouTube-on kívül? Tegyük hozzá, hogy ugye a férjem nagyon keveset van itthon, most is ilyen 12-15-e tájékán ment el januárba, hazajött február 1-én, tudván, hogy itthon lesz legalább 2 napot, segítek is fát pakolni. Reggel hazajött, elmentünk vásárolni, pakoláztunk, 1:30 volt, mire hazaértünk, és akkor szólt a főnök, hogy hát holnap estére Lengyelbe kell lenni, azaz még aznap este 6 órakor el is ment a férjem, úgyhogy itthon volt egy durva 12 órát napközben, hogy az éjszakát átaludta, úgyhogy nagyon sok én időm nincsen, mert fát pakolok, fát hordok, tavasszal kerítést szeretnénk, teraszt csinálni, festetni kell, munkásokat szerezzél, anyagot bevásároljál, Eriket hordjad, vigyed, főzél, mossál, takarítsál, megjön a fa, bepakoljad a fát, füvet nyírjál, kinti, benti, női, férfi munkát el kell végezzek, és így egy picikét nehéz az én időm. Tegnap volt egy kis én időm, amiben a szemöldökömet festettem be, és tettem ki, ez lett a végeredmény. És de ha mégis van én időm, imádok olvasni. Tavaly születésnapomra, májusra kértem nővéremtől 2 darab könyvet, csók New Yorkban és csók Rómában, csók Párizsban, tudjátok ezt a kötetet. Még most se sikerült, egy oldalt se elolvassak belőle, úgyhogy remélem, hogy nem sokára eljutunk oda, hogy idegesít ez itt nagyon bőki a szememet. Eljutunk odáig, hogy egy picit majd tudjak én időzni.
hobbi szempontjából, ugye szakmai teren mondom, imádok festeni, rajzolgatni, de már nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon rég csináltam. Most épp azt mondtam, hogy szeretnék venni egy festőállványt és egy pár kis vásznat, és leülni festegetni. 10 éve, amióta az iskolát befejeztem, nem ültem le úgy egy vászon elé, és nekiálljak festegetni. Most azt terveztem el, hogy igenis festeni szeretnék, és ki szeretnék tenni a festményeket a házba. Nem vagyok jó festő, nem vagyok ebben szakértő, de én simán felmerem vállalni azt, hogy kitegyem a falra. Így más hobbim az olvasáson és a festésen kívül nem nagyon van, nem, nincs is nagyon időm, de viszont örülnék annak, hogyha nem tudom, de valami nagyon viszket csikolja az orrom, pedig még virág sincs a házban. Örülnék annak, hogyha nem tudom, így le tudnák néha ülni, beülni a kádba, egy jó fürdőbomba, egy kis pohár, valamicske. Nem muszáj bor legyen, lehet az forró teja, vagy forró csokis, és egy kis könyvet elolvasni, vagy még hogy egy kis magazint is. Mindegy, egy kicsit több időm legyen, de ez van, ha megérkezik nyáron a pici, még ennyim se lesz. És a 6 plusz 1-es, azaz az utolsó kérdés, az egy nagyon jó kérdés, de ismét nagyon nehéz rá a válasz. Ha választhatnál szuper képességek közt, mi lenne az? Tudjátok, a gyógyítás, láthatatlanság, halhatatlanság, nem tudom, repülés, stb. Közül mi lenne az, amit választhatnák? Először azt mondtam, hogy nem szeretnék választani semmit ezekből, mert halhatatlan nem szeretnék lenni, mert akkor minden korszak után ugye meghalnak, végig kell nézem azt, hogy a családom meghal, a párom, gyermekeim, ha persze, ha vannak meg hasonló dolgok, mert ezt végig kell nézel, utána csinálsz egy újabbat, és egy újabbat, és egy újabbat, és akkor ezt minden egyes alkalommal ugye ezt végig kell nézed, ami persze megerősít, de valahogy nem. Láthatatlanság nem érdekel, repülés, nem tudom, szikrázon a szemem, vagy bármi. Nem. A gyógyításnál úgy elgondolkodtam, hogy 50-50%-ban azt mondom, hogy szeretném azt, hogy a gyógyítás legyen, és 50%-ban azt mondom, hogy nem. Miért mondom azt, hogy szeretném? Mivel a mai világban nagyon sok betegség van, ami nem tudunk gyógyítani, mert nem akarunk, vagy tényleg gyógyíthatatlan, és akkor ebben a szempontból több emberen tudnánk segíteni, több mosolygós ember lenne, több boldogabb ember lenne, de viszont ha mindenki egészséges, akkor értitek, kevés a haláli esetek száma, ami ismét nem jó, mert így is sokan vagyunk, így is szegény földecske minket már nem bír el. Annyit tettünk már, és annyit rontottunk a helyzeten, hogy holnap után kipusztul az egész világ. A másik szempont, amiért nem szeretném a gyógyítást elsajátítani, vagy nem tudnám választani, mint képesség, az azért lenne, mert kihasználnának, vagy elkezdenének, nem tudom, bezárnának valahová, hogy igenis én ezt kell csináljam, és nem tehetném saját szabad akaratomból, hanem valahol kötelességem volna ezeket megtenni, és így emiatt azt mondom, hogy bármilyen képesség is lenne az, hogyha az emberek megtudnák, hogy neked van egy képességed, akkor azt megpróbálnák még lehet ellened is fordítani, vagy értitek, hogy mire akarok kimenni, hogy nem a legjobb ötlet, hogy tudják az emberek, hogy neked ilyen képességed van. És így emiatt, bocsánat, erre a kérdésre nem tudok nektek pontos választ, vagy neked, Viki, pontos választ adni, hanem úgy vagyok vele, hogy szeretném is, meg nem is, egy 50-50%-ban tudom eldönteni azt, hogy igen vagy nem.
Ezek lettek volna a kérdések, és már 25 perce itt beszélek nektek, úgyhogy a zárót itt gyorsabbra veszem. Ha szeretnétek meg kérdezz feleleket, akkor az írjátok meg a komment részletben, és akkor kit fogok tenni majd Instagramra nektek ilyen kis kérdéses ikont, és akkor ott tudtok majd tőlem kérdezni, vagy a videó alatt is kérdezhetek, és akkor fogok készíteni majd egy külön kérdezz feleleket a ti kérdéseitekkel. Remélem, Viki, hogy kielégítő válaszokat adtam neked, ha igen, akkor szuper, és nektek viszont azt szeretném mondani, hogy ne felejtsétek el megnézni a Viki videóját is, amiben az én kérdéseimre válaszol, és iratkozzatok fel nála is, ha még nálam nem vagytok, akkor nálam is, mindkét oldalt nyomjátok be a kis csengőt, kapjatok értesítést minden egyes videóról, amit feltöltünk nektek. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, további szép napot kívánok nektek, vigyázzatok magatokra, péntek van, kellemes hétvégét kívánok mindenkinek, és vigyázzatok magatokra. Puszi nektek, sziasztok!